Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi van vele? Egy személyes jóslás Keira számára. Kedves Keira, köszöntelek téged, ez a te felvételed, és kezdeném is. A helyzet az, hogy te szeretsz valakit, de ő visszahúzódik. A kérdés pedig, mi van vele? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ezek a virágos kártyák az én kártyáim, nagyon büszke vagyok rá, és örömmel dolgozom vele. Ez a jóslás, ahogy így látható, ez is az én jóslásom, ez ilyen asztrológiai szimbólumokat tartalmaz, és ami fontos, ez a kör itt középen, mert ez szimbolizálja ezt a belső erőt, ezt a belső helyzetet, és itt van két kártya, az egyik mutatja az ő gondolatait, a másik kártya mutatja az ő érzelmeit. Miért olyan fontos, hogy a belsőnket megtekintsük, mert ez a mi kisugárzik, és ez a kisugárzás, ez a mi energia erőnk, és amit mi kisugárzunk, azt kapunk vissza. Először is megnézzük az ő érzelmeit, és ezt mutatja ez a virág, és ez annyit jelent, hogy olyan kicsinek érzi magát. De kell neki ez a belső nyugalom. Vannak pillanatok, amikor kisugárzik belőle valami szépség, olyan gyermekes áltatlanság, de vannak olyan pillanatok is az ő életében, amikor visszahúzódó, és olyan kicsinek érzi magát, vagy valaki kicsinyíti őt. Mi foglalkoztatja őt most gondolatban, azt mutatja itt ez a kártya, és ez annyit jelent, hogy ő szeretné, ha ő ezt a megbecsülést kapná, vagy valaki értékelné őt a munkája miatt, vagy a párkapcsolat területén. Milyen most köztetek a kapcsolat, a kommunikáció? Ez a virág arra utal, hogy ő most visszahúzódó. Nem is keresi a napokban a kapcsolatot hozzád. És ami most nagyon fontos, hogy ő szerete téged. Ez a kártya azt mutatja, higgyél benne, mert megvan rá az esély. Tehát ez a kapcsolat még nincs lezárva, akkor is, ha most ő visszahúzódik, és nem akar az érzelmeiről beszélni. Milyen irányba mozognak nála az események? Mi az, ami jelenleg fontos számára? Azt mutatja itt ez a kártya, ezek barátságok, barátok és ismerősök. Hogyan tovább kettőtök között? A választ megadja rá ez a virág, és ez azt szimbolizálja, hogy lesz kettőtök között egy új kezdet, mint egy új születés, erre utal ez a kártya. Az élet gyakran megleckéztet bennünket, mi az, amit neki tanulnia kell, erre utal ez a kártya, ez a növény, és ez szimbolizálja az otthont, de a felelősséget is. Jelen pillanatban vannak neki ismerősei, baráti kapcsolatai, ő szeret téged, megvan rá a remény. Lesz egy új kezdet nálatok, amit viszont nem vállal el, az, hogy átvegye ezt a felelősség érzetet, és pontosan ez, amit neki tanulnia kell. Én úgy gondolom, hogy ő még nagyon gyerekes, és nem akar felnőtt lenni, nem akar felelősségeket vállalni, pedig ez lenne neki ez a házi feladata. És mi változik nála? Ő nagyon óvatos.
Lehet, hogy óvatos, és ezért visszahúzódó, és ez megváltozik, vagy fordítva történnek a dolgok, hogy ő nagyon gyerekes, megbízik mindenkiben, jónak látja a dolgokat, egy kicsit olyan naív, és megtanulja azt, és pontosan ez változik nála, hogy a közeljövőben egy kicsit óvatosabb lesz. Én úgy gondolom, ez a baráti körét illeti. Mi az ő terve, miről álmodozik, ezt mutatja ez a lilium, és ennek a virágnak az a jelentése, hogy tisztázódik köztetek valami, vagy ő tudni fogja, hogy ez a szerelem egy tiszta érzés köztetek. Ez a virág szimbolizál testi kapcsolatot is. És mi adja neki a belső erőt? Mi adja neki a nyugalmat? Azt mutatja itt ez a kártya, hogyha úgy alakulnak a dolgok köztetek, hogy lesz ez a biztonság érzése, és ő ezt közli veled, és ő tudni fogja, vagy érzi, hogy melletted marad. Ez a biztonság érzete az, ami neki a belső erőt adja. És most áttérek az asztrológiára. Kedves Keira, most áttérünk az asztrológiai területre. Itt a képen láthatod a tűz elemét, a föld elemét, a levegő elemét és a víz elemét. Mindegyiknek van egy jelentősége. A tűz eleme mutatja a lelkesedést, a bátorságot. A tűz elemében van a kos jegye, ez egy kardinális csillagkép. Aztán következik az oroszlán jegye, ez egy stabil csillagkép. És a harmadik a tűz elemében a nyilas jegye, ez egy olyan változó csillagkép. Most áttérünk a föld elemére, a kardinális csillagkép a kos jegye, aztán a fix az a bak jegye, és a változó pedig a szűz jegye. Áttérünk a levegő elemére, a kardinális az a mérleg, aztán a stabil az a vízöntő, és a változó az az ikrek jegye. A negyedik elem, itt a víz eleme, a kardinális az a rák jegye, a fix az a szkorpión jegye, és a változó az a halak jegye. Így megvan mind a 12 csillagkép. Nálad a te horoszkópodban az indiai számítás szerint a napod az az oroszlán jegyében található, tehát a tűz elemében. A nap az jelenti az apát is, de a te személyiségedet is. Az oroszlán jegyében fontos, hogy te vagy mindig a középpontban, és neked fontos az, hogy mások becsüljenek téged, hogy téged észrevegyenek, a középpontban légy. A napod az oroszlán jegyében a Magha holtházban található, és ez a Magha holtház Regulus csillag hatása alatt áll. Regulus csillag a királyok csillaga, és te vagy a királynő a te életedben, és ez fontos, hogy tartsd ezt a büszkeséget. Az is fontos volt számodra, hogy az édesapád úgy kezeljen téged, mint egy királynő. De ha nem így volt, és a szüleid kritizáltak téged, akkor neked is itt nehéz volt a gyermekkorod. A holdad a szűz jegyében található, a föld elemében.
És ez mutatja az anyai érzéseket, vagy az anyukádat, a hold jelenti a te érzelmeidet is. És az egészen más, mint az oroszlán jegye. Az oroszlán bátor, és kell, hogy elismerést kapjon az életből, viszont a szűz jegye inkább visszahúzódó. Mars bolygó szintén az oroszlán jegyében található. Ez mutatja a te erődet, a te bátorságodat. Mars bolygó az egy ilyen férfias energia, egy ilyen férfias erő, és mutatja a párkapcsolatodat. Azt a férfit, aki hozzád illik. És neked fontos, hogy te erre a férfire felnézd, és becsüld őt, tehát ő is a középpontban kell, hogy álljon. Merkur bolygó az a rák jegyében van. Merkur bolygó szimbolizálja a gyermekkorodat és a kommunikációt is. Itt a rák jegyében nagyon érzékeny, mert a víz elemében van, és a szimbolizálja az érzelmeket. A rák jegyében Merkur bolygó hajlamos arra, hogy érzékenyen vegye a dolgokat, és gyakran sértődött vagy visszahúzódó. Viszont ami jó, hogy te ki tudod mutatni az érzéseidet, vagy vannak érzéseid másokkal kapcsolatban, és ezt ki tudod szavakban is fejezni. Így jobban látható ez a kép. Jupiter bolygó. Jupiter bolygó szerencsét hoz az életben, de szimbolizálja az igazságot, vagy mutatja az igazságtalanságokat is. Jupiter bolygó gyakran megnagyobbít valamit. Jupiter itt a rák jegyében található, és itt is az érzelmekről van szó, mert a víz eleme szimbolizálja az érzéseket. És mivel ilyen érzékeny vagy, és az összeáll a te gyermekkoroddal, amit Merkur bolygó itt mutat, Jupiter hajlamos arra, hogy ezt megnagyobbítsa. És fontos az, hogy bizonyos dolgokat lezárj az életedben, hogy nagyon érzékenyen kezeld a dolgokat. Jupiter bolygó itt a rák jegyében arra utal, hogy szerencséd lesz a család alapítás területén, és utal arra, hogyha igazságtalanságok történtek az életedben, és ha nem olyan érzékenyen kezeled a dolgokat, akkor segít abban, hogy szerencséd legyen, és az igazság győz. Vénusz bolygó az a szerelemre utal, mutatja a te nőiességedet is. Vénusz bolygó az oroszlán jegyében van. És te vagy a királynő a te életedben. Te vagy a királynő a szerelem területén is. Vagy te állsz a középpontban. Szaturnusz bolygó a sors bolygója. Beleszól a sorsunkba, azon kívül őrzi a kármikus dolgokat, és gyakran megleckésztet bennünket, de Szaturnus hatása alatt sokat is tudunk tanulni. Szaturnusz bolygó a te horoszkópodban a kos jegyében áll, az asvini holtházban, és az asvini holtház az gyógyulást és gyógyító erőket mutat. Tehát van gyógyító erőd. Uránusz bolygó az a szűz jegyében található.
Uránusz mutatja neked, hogy te különleges személyiség vagy, és hat a holdodra, a belső erődre, hat az érzelmeidre is. Neptun bolygó mutatja az álmokat, és azt tanuljuk az életben, hogy ne adjuk fel a reményt, és higgyünk ebben. Neptun bolygó nálad a Szkorpión jegyében van. Hogy tudod megvalósítani az álmaidat? Arra utal a Szkorpión jegye a víz elemében. Tehát uralkodj a saját érzelmeid felett. Itt a Szkorpióban tanuljuk meg, hogy két irány van. Én úgy nevezem, hogy negatív érzelmek, mint például félelmek, és vannak a pozitív érzések, és ez a bátorság, a bizalom és a szeretet. Természetesen ezek a pozitív érzések segítenek abban, hogy megvalósítsd az álmaidat. Plutó bolygó az oroszlán jegyében található. Plutó mutatja neked a belső erődet. Mivel nálad az oroszlán jegye nagyon erős, itt kell, hogy erre koncentrálj, a te személyiségedre, a te erődre, a nőiességedre, és itt tanulod meg, hogy te vagy a középpontban. Úgy, mint a nap, a középpontban van a mi naprendszerünkben, és a nap uralkodik az oroszlán jegye feled. Te vagy a központ, te vagy a királynő a te életedben. És aki ezt észreveszi és megbecsüli, az hozzád tartozik. Aki nem, attól búcsúz el. Van még a két holt csomó, ezek kármikus témák. A lefele mozgó holt csomó, vagy kétó mutatja a múltat, mindazt, amit átéltél a korábbi életedben. És ez a szűz jegyében van. A szűz jegye mutatja, hogy mennyire okos vagy, és jó döntéseket tudsz hozni, azon kívül mutatja a gyógyító erődet. A felfele mozgó holt csomó, az is egy ilyen kármikus csomó, de az nem a múltra utal, hanem azt, amit te kiválasztottál, mert erre szükséged van, mert pontosan ez, ami téged felszabadít. De ezt az utat még nem jártad, ezt nem ismered, itt kialakul egy új irány, és ebbe az irányba kell, hogy mozogj. Ez a felfele haladó holt csomó, ez a halak jegyében van. A halak jegye segít neked bizonyos dolgoktól, hogy felszabadulj. Megint az érzésekről van szó. Ebben a csillagképben van kettő hal, de ezek más fele, más irányba úsznak. Az egyik mutatja a félelmeket, a másik pedig a bátorságot, a bizalmat, a szeretetet, a hitet, és pontosan ez az új út, amire neked szükséged van. Most megnézzük az ő horoszkópját. Az ő horoszkópjában a nap az ikrek jegyében van. Az ikrek jegye a levegő eleméhez tartozik. Ha megnézed ezt a képet, akkor feltűnik neked is, hogy nálad nincs bolygó a levegő elemében. Nálad a levegő eleme hiányzik. Gyakran előfordul ilyen, hogy egy horoszkópban egy vagy kettő elem hiányzik, azt kívülről kapod meg másoktól. Mások mutatják ezt neked, vagy segítenek
abban, hogy a levegő elemét érezd. A levegő eleme mutatja könnyűséget, a szabadság szeretetét, a kommunikációt is, tehát az ő napja az ikrek jegyében van. Segít neked abban, hogy jobban tudjatok egymással beszélni, de kell ez a könnyűség. Gyakran olyan gyermekes hangulat, vagy szeret játszadozni, és én úgy gondolom, ez segít neked. Neked erre szükséged van. Az ő horoszkópjában a hold a bika jegyében van, ez utal az ő érzelmeire. A bika jegyében kell neki a nyugalom, a biztonság érzete. A Mars bolygó nála az oroszlán jegyében van, és itt találkoztok. A te Vénuszod meg az ő Mars bolygója, és az utal a szerelemre. Az ő horoszkópjában Merkur bolygó szintén a rák jegyében áll, ugyanúgy, mint nálad, és ő is hajlamos arra, hogy érzékeny legyen és visszahúzódó, amikor beszélgetésekről van szó. Jupiter bolygó nála szintén a rák jegyében van, és ez neki szerencsét hoz. Nem csak ami a beszélgetéseket illeti, hanem a család alapítás, és ez nála nagyon-nagyon fontos, mert a rák jegye utal a családi kapcsolatokra is. Az is fontos számára a párkapcsolat területén, hogy egy anyai érzéseket mutass neki. Vénusz bolygó az ő horoszkópjában szintén az oroszlán jegyében található. Vénusz az mutatja azt, hogy mit tart ő szépnek, és azt is, hogy milyenek az ő elképzelései a hölgyet illetően, akit ő szeret, és itt is van egy kapcsolat köztetek, mert a te Vénuszod szintén az oroszlán jegyében van, ugyanúgy, mint az ő Vénusz bolygója, tehát te vagy az a hölgy a számára, ahogy ő ezt így elképzeli, az ideális partnernő. Az ő Szaturnus bolygója a kos jegyében áll, és visszafele tekint. A múltra. Itt vannak ilyen kármikus témái. Azt is fontos közölni most, hogy Szaturnusz bolygó a kos jegyében mozog jelen pillanatban, és kihat rá. És ezt úgy mondjuk, hogy Szaturnusz bolygó visszatért hozzá, és ezt úgy körülbelül kétszer éljük át az életben. Tehát egy ritka esemény. És ennek a Szaturnusz bolygónak a visszatérése kihat rá ez évben, és még jövőre is. Tehát ő Szaturnusz bolygó hatása alatt áll jelen pillanatban. És az kihat az ő sorsára. Vannak kármikus témák is, de lesznek sorsdöntő fordulatok vagy események. Uránusz bolygó az ő horoszkópjában a nyilas jegyében áll. Uránusz mutatja a változásokat is, és pontosan itt mozog jelen pillanatban a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltat mutatja, kármikus témákat, azt
amit ő átélt a korábbi életében. Tehát jönnek ezek az emlékek. És a felfele mozgó holdcsomó jelen pillanatban az ikrek jegyében mozog, és kihat az ő napjára, az ő személyiségére, az ő életére. Lesznek itt változások, és most mutatja ezt, hogy ő elgondolkozik azon, hogyan tovább, és választ egy új irányt. Az nem azt jelenti, hogy egy új párkapcsolatba lép, hanem másképp látja a dolgokat. Ez a kettő holdcsomó, a lefele mozgó holdcsomó Kétú a nyilas jegyében mozog októberig, és a felfele mozgó holdcsomó Rahú, azaz ikrek jegyében mozog ez év októberéig. Neptún bolygó nála szintén a nyilas jegyében van, és visszafele tekint. Ugyanúgy, mint Szaturnusz bolygó, ugyanúgy, mint Uránusz bolygó, ez az ő múltjával áll kapcsolatban. Neptún segít abban, hogy az álmainkat megvalósítsuk. Ha nem így van, akkor csalódásokhoz vezet. Plutó bolygó nála szintén visszafele tekint, itt vannak nála kármikus témák a mérleg jegyében. A mérleg jegye mutatja párkapcsolatokat, tehát ez neki nagyon fontos, mert Plutó kihat az ő belső erejére. Ez, ami neki adja ezt a belső erőt és a hitet. A mérleg jegye kihat nem csak a párkapcsolatra, hanem az igazságra is, és gyakran mutatja az igazságtalanságokat. Az ő horoszkópjában a lefele mozgó holdcsomó, ezt most elveszem innen, hogy tudjam mutatni, az nála az ikrek jegyében van, az ő születési horoszkópjában. Az ikrek jegye az, ahol ő jól kiismeri magát, mert ezt átélte a korábbi életében. És a felfele mozgó holdcsomó, most kiveszem innen a kártyát, nála az ő horoszkópjában ez a felfele mozgó holdcsomó a nyilas jegyében van. Ez egy életút, amit ő még nem ismer, de keresi ezt az irányt. Érdekes az, hogy mozog jelen pillanatban ez a kettő kármikus csomó, mint mondtam, a lefele mozgó holdcsomó Kétú októberig itt van a nyilas jegyében. Nála tükröz valamit. És a felfele mozgó holdcsomó ez év októberéig itt az ikrek jegyében van. És kihat az ő életére, kihat az ő sorsára, és itt most neki októberig vannak ilyen kármikus témái. Kedves Keira, így tudtam kettőtök horoszkópját összehasonlítani. Köszönöm, hogy megbíztál bennem. Nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!